Nem javul a magyar kormány kapcsolata a Trump adminisztrációval, erről árulkodnak a sajtóhírek. A washingtoni külügyminiszter Mike Pompeo érkezését illetően pedig továbbra is a bizonytalanság dominál. Krekó Péter már a stúdióban, mindjárt kezdünk egy rövid összefoglaló után. Konfliktusokkal terhelt magyar-amerikai viszony közepette érkezhet Budapestre Mike Pompeo, washingtoni külügyminiszter. A találkozó egyelőre kétséges. Az amerikai külügyminiszter szóvivője azt mondta, idézem, nincs szó utazásról. Ezzel szemben Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy előkészítés alatt áll Mike Pompeo budapesti látogatása. Szijjártó Péter pedig időpontot is említett, február közepét megjelölve. A Direkt 36 birtokába került bizalmas irat szerint egyre kevesebben hisznek a magyar-amerikai kapcsolatokban a diplomáciai berkekben. Ennek hátterében az állhat, írja a portál, hogy Magyarország továbbra is az Egyesült Államok és Oroszország között próbál lavírozni. Láthatták az ellentétes, egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat, az nem biztos, hogy a következő percekben kiderül, hogy Mike Pompeo valóban Budapestre érkezik-e, de valószínűleg arra jobban rálátunk majd, hogy mi lehet a háttérben. Krekó Péter a vendégünk, jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Na, egyrészt tisztázzuk, lehet-e már biztosan tudni, érkezik, vagy biztosan nem érkezik az amerikai külügyminiszter Budapestre? Én sajnos nem tudok biztosat, azt tudom mondani. Pedig hogy... azért hívtuk, mert azt hittük, hogy ezt tudni fogja. Akkor rövid lesz a beszélgetés, mert ebbe teljesen biztosat nem tudok mondani. De továbbra is amerikai diplomáciai vonalról is mind a kétféle üzenet megjelenik, hogy érkezik, és az is, hogy nem. Én talán inkább azt valószínűsíteném, hogy erre a találkozóra sor fog valamikor kerülni, nem biztos, hogy február közepén, de ez igazából korábban azért be volt ütemezve az amerikai diplomácia számára, úgyhogy szerintem nagyobb valószínűséggel lesz, de itt nagyon, tehát pont az idézett cikkekben is leírt nagyon bonyolult folyamatok és kapcsolatok miatt azért itt bármelyik pillanatban átbillenhet másik irányba a terv. Mit jelent számunkra, ha ez a találkozó kétségessé válik? Mert ugye ezt is, ha akarom, innen nézem, ha akarom, onnan nézem, volt egy feszültség, mindjárt átbeszéljük, hogy milyen okok miatt. De hogyha nem jön létre a találkozó, mondjuk, akkor ez azt mutatja, hogy már nincs akkora feszültség, nincs szükség arra, hogy mindenképp személyesen egyeztessünk, vagy pont azt mutatja, hogy annyira rossz a két ország viszonya, hogy nincs is értelme leülni beszélni, mert annyira távol vannak az álláspontok egymástól. Diplomáciában, még konfliktusos időkben is a találkozó ténye önmagában az mindenféleképpen azért azt szokta üzenni, hogy itt van kapcsolat. És ebből a szempontból, hogyha van találkozó, az inkább mutatja azt, hogy megmaradt továbbra is az eltökéltség az amerikai diplomácia részéről, hogy Magyarországgal erősítse a kapcsolatokat. Ami ugyebár ezt kétségessé teszi, az éppen a Ponyi Szabolcs cikkében is leírtak, miatt van, tehát hogy az amerikai diplomácia egy viszonylag jelentős politikai kockázatot vállalt azzal, hogy nyilvános kritikát a magyar kormánnyal kapcsolatban az teljesen leszorította. Tehát, hogy a demokráciával kapcsolatos ügyekben, és úgy általában a magyar kormány politikáját illetően nyilvános kritikák nem nagyon fogalmazódnak meg amerikai diplomaták részéről, ami egy taktika, mert ezért cserébe ők igazából azt várták és szerették volna, hogy a CEU ügyben energiapolitikai kérdésekben, hadügyi kérdésekben történjen a két oldalú viszonyban előrelépés, és ez egyelőre nem történt meg. Csak hogy tényleg jól követhető legyen mindenki számára, igen, tehát ugye ameddig az Obama adminisztrációban a szabadságjogok kérdése, alkotmányos jogok nagyon nagy szerepet kaptak, tényleg egyszer csak eltűntek most itt az új érában. De ennek valóban nagyon nagy lehet az ára, és én, ha jól értem az értelmező cikkeket, akkor még csak nem is a CEU. Nem is ez a fő pont, hanem ez a bizonyos védelmi együttműködési megállapodás, ha minden igaz, ha ezt mi elfogadnánk, ez egyébként arra adna lehetőséget, hogy amerikai katonák szabadon mozoghassanak Magyarország területén. Ezt jól értelmezem, mert akkor azért ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nem látom, hogy hol lehet itt a közös álláspont a két ország között. Egészen pontosan, tehát ez megkönnyítené igazából mondjuk azt mondjuk, a NATO csapatok és azon belül az amerikai csapatoknak a mozgását Magyarországon.
ami egy akármilyen potenciális konfliktus esetén egy nagyon fontos ügy lehet. Az a helyzet, hogy az ilyen típusú megállapodásokat olyanok szerint, akik erre rálátnak, ezeket viszonylag automatikusan, szinte azonnal korábban aláírta a magyar fél, most több mint másfél éve húzódik ez. És hogy egy kicsit nagyobb képet lássuk, alapvetően az egész NATO-n belül amerikai szempontból az a meggyőződés kezd erősödni, és szerintem ez egy elég fontos és realista meggyőződés, hogy soha nem fog annyit belerakni a NATO-nak a költségvetésébe, Európa úgy általában és Közép-Kelet-Európa meg főleg, ami az amerikai számára elég lenne, viszont hogyha az infrastruktúra kiépítésébe és a csapatok mozgatásába segítséget nyújt Európa, az már egy komoly tényező. Hogyha Magyarország ezt nem teszi meg, akkor szerintem azért az egy komoly kérdés tényleg, hogy egy olyan időszakban, amikor Oroszország és Kína felé egyre több gesztust tesz a magyar politika, akkor hogy ebbe a szövetségi rendszerben lojalitása az meddig tekinthető ténynek? Ugye, hogyha az amerikai álláspontot nézzük, hogyha az orosz érdekszféra a növekedésről tartanak, vagy a befolyásolástól, akkor érthető ez a kérés, viszont ha megnézzük a magyar oldal véleményét, nem neveztek meg forrás, de egy magasrangú külügyminisztérium forrása hivatkozva azt írták egyébként egy elemzésben, hogy az a magyar diplomácia álláspontja, hogy az Egyesült Államok egész egyszerűen azt nem érti meg, hogy 50 évnyi orosz megszállás után nálunk milyen hangulatot teremtene az, hogyha simán beengednék az amerikai katonákat magyar területre, gyakorlatilag minden korlátozás nélkül. Tehát itt van egy iszonyatos nagy érdekfeszültség, és valahol talán mind a két fél álláspontja érthető. Mi lehet ennek a feloldása? Én megmondom őszintén, ezt egy álérvelésnek tartom, két okból kifolyólag. Az egyik az, hogy része vagyunk egy szövetségi rendszernek, ez pedig a NATO. Erről a magyarok népszavazáson döntöttek, nagyon meggyőző többséggel annak idején. A másik dolog pedig az, hogyha megnézzük a NATO mostani népszerűséget. A NATO sokkal népszerűbb Magyarországon, mint például az Európai Unió, mint a magyar kormány, hozzáteszem. A NATO egy olyan általános elfogadottságnak örvend, ami Magyarországon ritka, gyakorlatilag azért, mert azok a hangok, amelyek a NATO-t támadják, azok Magyarországon marginálisak és nem igazán jelentősek. Ki lenne az, aki kimegy az utcára tiltakozni az ellen, hogy aláírnak egy ilyen megállapodást, amit tegyük hozzá, mint ahogy például Magyarország Afganisztánba küldött ugyebár segédcsapatokat, azt is átment a parlamenten, meg se jelent a politikai közbeszéd, de ez nem feltétlenül kell politikai témává tenni, és én nem látom azt, hogy ez a magyar választókból olyan megrökönyödést keltene, de még ha egyébként így is lenne, akkor is azt mondanám, hogy az a helyzet, hogy egy szövetségi rendszerben vannak kötelezettségek is, és ugyebár mi az, amit kap ebből Magyarország, az, hogyha ne adj Isten, valamikor Magyarországot támadás érni, reméljük ez nem fog megtörténni, de hát akkor a NATO teljes hadereje ott áll majd rendelkezésre, hogy Magyarországot megvédje. Én azt hiszem, hogy ez egy elég komoly érték, és ez egy olyan, viszont egy olyan kapcsolatrendszer, amiben fektetni kéne, és nem csak ezen a téren egyébként, hanem például az orosz dezinformáció kérdésében is azt látjuk, hogy a magyar kormány nem veszi figyelembe ezeket a tényezőket, félrenéz, és úgy tesz, mintha ezek nem lennének problémák, sőt, Szijjártó Péter egy sajtótájékoztatón is fogalmazott, hogy nem csak az orosz dezinformáció a probléma, hanem másik oldalról is jön dezinformáció, ami alatt nyilván valahol nyugatot értette, de megint csak mi egy EU és NATO tagállam vagyunk, tehát ebből a fakadóan ezt az érvet, ezt nem nagyon kéne hangoztatni, mert nekünk a kettő az egész egyszer nem azonos, és azért nem, mert a magyar emberek már így döntöttek. Azok a sajtóhírek helyesek, hogy február 6-án, tehát két napon belül eldől ez a kérdés, hogy aláírjuk-e ezt az együttműködési megállapodást? Ezt én nem tudom megmondani. Ugye sajtóhírek szerint Szijjártó Péter 6-án Washingtonba megy ennek érdekében. Ezt én nem tudom megmondani. Az biztos, hogy a Pompeo beszélgetés, telefonbeszélgetés ezzel lehet kapcsolatban. Könnyen lehet, hogy a nagykövetnek, az Orbán Viktornál, tehát látogatása is ezzel lehet kapcsolatban. Ami még egyébként a képhez hozzátartozik, ezek pletykák, de sok irányból hangoztatott pletykák, hogy elképzelhető, hogy Magyarország valamiféle fegyvert vásárolna az Amerikai Egyesült Államoktól, mondjuk itt vadászrepülőgépek jöhetnének szóba, ez még nem egy megerősített tény, de erről sok tárgyalás van. Én azt hiszem, hogy ez nagyon illeszkedne Orbán Viktor külpolitikájába, hogyha az egész jó viszonyt azt igazából egy ilyen gesztussal próbálnák kiváltani. De ez egy ilyen lavírozás?
Ez egy lavírozás. Amit nem tudom, vagy pávatánc, ahogy ő maga fogalmazott korábban más témában, hogy ez meddig fenntartható. Az biztos, hogy elmúlt 8 évben bejött, és egyelőre az amerikai diplomácia részéről nem látszik, hogy gyakorlatilag semmit nem kaptak az elmúlt években az Orbán adminisztrációtól, ez nagyon heves ellenreakciót váltott volna ki. Úgyhogy eddig szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy az Orbán kormány jól lavírozott. Igen, mert ugye ott van egy fontos pont, amiben viszont Trump és Orbán Viktor nagyon egyeznek, ugye a kerítés és bevándorlás kérdése, ez meg egy olyan közös alap lehet, amit lehet, hogy nem akarnak borítani. Igen, ideológiailag nyilván sok hasonlóság említhető, de azért azt lássuk be, hogy egy olyan külpolitikán, ami alapvetően a nemzeti érdeket helyezi középpontba, az amerikai külpolitikára gondolok most. És mind egyelőre, a kettő? Mind a kettő, de hogy egyelőre az amerikai külpolitikának itt egy célja sem érvényesült, ez várhatóan előbb vagy utóbb valami következményekkel jár, hogyha más téren nem kompenzál Magyarország. Két nagyon hasonló gondolkodásra ember feszül minden esetre egymásnak, ha nem is közvetlenül. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és picit tudtuk elemezni, hogy mi lehet a háttérben. Köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.